Sziasztok! Napsugaras szép délutánt kívánok mindenkinek! Hát ennyi csísz egyrakásra még nem láttam mostanában. Hát kétsokom az óvónéniknek, óvóbácsinak. Ha nem tévedek, elég régen találkoztunk. Sajnos, de ez már itt van az ideje, engem Szűcs Lászlónak hívnak. Ti pedig majd feltételezem, hogy ha szólok és kérek, fogtok segíteni. Fogtok segíteni? Igen! Köszönöm! Egy dolgot azért előre mondok, kizárólag csendben jelenkezőket tudok elfogadni. Úgy hiszem az illem azt kívánulná, hogy először egy hölgyet választak ki. Ez a szélén, gyere légy szíves! Ugye szíts a fősőben. Te! Zoli, menj! Igen, bátorítok a... Tudod, elég légy szíves. Ja, úgy hiszem a közönséget. Szóval te vagy a Zoli, ugye? Igen. Gyönyörűnél, te választottad? Zoli, úgy gondolom, szeretnénk neked átadni egy kendőt, részes vizsgázát, találsz-e benne valamit, én azért addig keresek egy másikat, és ha rendben van, akkor szeretném visszakérni, aztán cseréljük. Jó? Benne van? Ez az, egy darab, az következik. Nagyon feszít egyébként. Rendben van? Jó, nem szépen, köszönöm. Zoli, nem tudom, tudtad, hogy bűvészműsor lesz ma? Nem tudtad? Azért kérdezem, mert látom, hogy nem hozzá varázspászát. Nem, semmi gond. Én adok neked egyet a bal kezedbe, az a másik a bal, jó erősen fogja, de ezt meg a jobb kezedbe, és szerintem kezdhetjük. Nem tudom, Zé, tudsz-e varázsigét? Azért vagyok itt, hogy segítsek. Csirgú-csirgá, hókusz-pókusz vagy abrakadabra. Melyik legyen? Nem ablakadabra, abrakadabra. Jó, semmi gond, zavar a fogsorod, semmi gond. Na, kidelj egy varázskör, és nézzed, jó hangosan mondja a varázsigét, hogy abrakadabra. Abrakadabra. Hát ez jó. Zoli, egy nagy kapcsol segítem, ez nagyon segítőnek mindenféleképpen egy fiúnak kellene, legy aki gyere itt az óvónéni mellett, gyere hova! Robbanj ide gyorsan! És ismét egy gyorsan mutatkozás! Szia, én Laci vagyok téged, hogy ide? Ez nem vagy, jó, figyelj! Úgy gondolom, átadné neked egy fehér színű kendőt, parancsolj! Igen, csak fehér, csak zöldre van fest. De legalább van, aki tudja. Rendben van, kendőt jól közel, cseréljük. És kis segédem, rövidesen azt a kis piros kendőt el fogja tüntetni. Nem mi fog? Azt mondja, hogy igen, hát nem is kérdés. Zöld kendőt a bal kézre, ide csinálok egy kis lukat, ezt visszakérnek, köszi. És belegyűlöm a zöld kendő közepébe, hát gondolom a színeket meg tudjátok különböztetni. De most jön a varázslat, én számolom háromig. Ugye kimondom, hogy három, fújjál a piros kendőre, és ha a kendő eltűnjük, akkor legyetek szívesek, kapcsoljátok meg őt, jó? Óvónén, ha mondogatnak, kezdhetjük? Jó. Egy, kettő, három. Figyelj csak, hogy nem a zöldet fújtad? Bocsi, én úgy éreztem, de semmikor kezdjük előre. Egy, kettő, három, fújjál. Még egy picit látom a csicskét. Kis barátom, az lenne a kérdésem, az eltüntetés már nagyon vágott, esetleg vissza is tudtad varázsolni a kendőmet? Megvan, na ez egy bős válasz. Kéznél van a jobb kezed? Melyik a jobb kezed? Nagyszerű, figyelj, zöld kendőd a bal kézre, ide csinálok egy kis lukat, te pedig te tassz, amit én. Jobb kézzel nyújt bele a levegőbe, így előre, mintha megfognád a kis kendőt, és mondjad hangosan, hogy hopp. Dobd ide a közepébe, és mondjad, hogy hopp. Én már mászik ki a kendő, húzd ki, légy szíves. Nehogy átfújna meg mindenki. Ígérem, nagyon sok segítőm lesz még, de most egy közös mutatvány jönne egy ügyes fiúval.
Egy kék hólósáv a sarokból. Gyere oda! Hát látod, ez már hivattál bátorra segítünk, már előre meg vannak taktolva. Szia! Laci vagyok téged, hogy hívnak? Homokja téged Máté. Máté? Te tavaly is Máté voltál, ugye? Nem, nem tudom. Én nem nézem. Máté, szem a közönséggel. Zöldkendő, rendben? Ja, szem a közönséggel. Kicsi állat föl. Kamerába egy kis mosoly. Nagyon jó. Botros szemed előtt gyűröm a piros kendőt a bal tenyerembe, és most mindenkitől kérnék egy varázsfújást. Hovó néni nem vasárom, Hovó bácsi sem. Na, kezdhetjük? Igen! Na, három rongy a csövön kifél. Egy, kettő, három, fújja. Nagyon szépen köszönöm, egy nagy tartott magatoknak. Egy kicsit gondban vagyok, ezt a kendőt nem én, hanem ti, meg a hovonin züntetétek el. Hova fújtátok el a kendőmet? Megkeressük, semmi gond, zöld kendőmet? Nincs. Gatyaszár? Nincs. Fülébe leszorakodtak. Egy szép a fül. Hoppá, megtaláltam. Nagyon huncutok vagyok. Ez a kis kendő. Ott van. Mondjuk fel én egy szépen. Kilóg a süs. Hogy a kutya fülébe került ide. Egy segítő, most ígérem, több lesz. Egy sász, akinek fönn van a kezem. Gyere hova. Urak mindig a bal oldalra, és egy hölgyet a jobb oldalra. Hölgyek, jó? És egy szépen jelenkező fiúba, volna még. Gyere légy meg. Hát urod. Urak a bal oldalra. Zsúcoszkodsz vagy jelenkezel? Akkor gyere légy szíve, gyere hova. Így aztán pont ötletlen a dolog. Hölgyek ott jó vagy? A következőnél jó? Nem feledkezek meg róla, jó? Na, hölgyeim, lehet választani. Milyen színű szeretnél? Lila. Azt szerintem, szép szín. Kiparátom, te milyen szeretnél? Fiú. Egy kíros. Sárga vagy a fehér? Fehér. Parancsolj. Sárga vagy a sárga? Sárga. Jó, ezt megteszünk. Most pedig, aki már régóta jár ide, emlékezhet rá, varázsát nélkül soha nem jövök el otthonról, műsorban, pláne nem. Azt éppen nem mondhatom, hogy vadonat új. Bocsánat, őt új, semmi gond, csak a szívzárt elfelejtettem behúzni. Néha előfordul. A fehér vagy a lila legyen az első, ami belekerül. Lila. Lila, egy szíves közben. Tökéletes. Piros vagy a sárga? Köszönöm, azt mondom, hogy szépen fölváltja az ügydal a fehérre. Köszönöm, hát most már én is eltaláltam volna. Köszönöm szépen. Na, igaz, hogy a kedvéből... Mindig könnyebben fogom sikerülni, de se baj. Na, adnék neked egy varázslátát. Ne tudom, varázsigét tudsz, vagy súgjál? Csiribú, csiribá, hókusz, hókusz, vagy abrakadabra. Jó, nagyszerű, csinálj egy varázskört, mondd el, hogy van varázs, csillú, csillú, aztán kopíts a szélére. Csillú, csillú. Na, az ujjamat. El is felejtetted, milyen színű kendőt dobtál vele? Úgy bizony, gyújt alá és vedd ki, amit te dobtál vele. Mondd azt, nem is sem. Az a fehér, az meg a piros, az meg... Nagyon jó! Hoppá! Ezt hogy csináltad? Na, bocsánat, nem is te csináltad a varázslót, egy nagy tapsod a mesterre. Csücs vissza mindenki a helyére, és lépjünk egy kicsit tovább. Kivételesen, most nem kéne segítőket, ígérem időben szólni fogok. Most a változatosság kedvéért esetleg jöhet egy kártyamutatvány? Igen! Képzeljétek, napokban pakoltam a szekrényembe, és találtam egy régi öreg fekete lemezeket, meg ezt a kicsit ütött-topott kártyát. Persze, mellette volt egy leírás. El is olvastam, arról szólt a dolog,
hogy meg kell mutatni a kártyákat így külön-külön, és egyszer illik megkeverni, nehogy bármiféle csalással vándorjon bárki. Zárójelben ott volt, hogy ha a közönség kérje, akkor jöhet még egyszer. Jöhet még egyszer? Igen! Homo néni bólogat, inkább kétszer, mint egyszer sem, ugye? No, hát eddig meg vagyok, és most jön a lényeg. Rá kell fújni a csomagra. El kell mondani a varázsigét, de csak halkan. Csirigú, csiribá. Ennél is fontosabb. Meg kell sózni egy kis varázsróval, az így néz ki. És ha hiszitek, ha nem, a kártyát, ettől már is összetettem. No, hát ez ilyen egyszerű. Ezzel még így sége a történetek. Ezt a csomagot óvatosan össze lehet hajtani. Nagyon nehéz, de sokat reggeliztem, tehát jó erőben vagyok. Aztán ezt óvatosan meg lehet tornáztatni, sőt ki lehet fordítani, és ebből lehet csinálni egy valamit. A legegyszerűbb most következik, óvatosan össze kell szedni a csomagot, de nem egy nagy történet. Néha még biztatni is szoktam, valahogy így. Aztán rá kell fújni a csomagra, és a kártyát ugyanúgy, mint az elején. Ismét külön vannak. Köszönöm szépen! Hozzon próbálnátok ki, vagy sikerül, vagy nem. A kisbarátaim, most pedig jöhet egy eltüntető mutatvány? Igen! Köszönöm szépen! Jó lenne, hogyha most gyorsan el tudnátok dönteni, melyik Homo néni tüntesített. Na, jó, ez csak víz volt. Igen, ő meg úgy meghihet, hogy a Remiszon. Menjék el, csak víz volt. Nem. Egy hölgyet szeretnék találni, aki segítene. Az középről egy szemüveges hölgy, gyere részére. Én pedig már is készítem a kendőt. Mind a fülke voltál. Bocsi, most kimentesz a másik oldalra. Még egy nagyobb kínzuli. Még egy picit. Köszönöm. Na, átadnám ezt a kendőt, vizsgázzál részére. Oké. Jó a kijelentése. Jó. Na, addig, amíg átvizsgálod a kendőt, addig én felhúzom a kabát ujját, mert általában Homo néni, Homo bácsi azt szokták mondani, hogy a kabát ujjból csalnak a bűvészeket, persze nem így van. Kendő rendben? Igen. Nagyon szépen köszönöm. Na, ja, bocsánat, a keresztemet elfelejtettem. Hogy? Lili, bocsánat. Jó, na, Lili, figyelj. Nagy kendőt a jobb kézzel, neked pedig szeretnék átadni egy kendőt. Milyen színű szeretnél? Csak fehér van? Fehér. Fehér, hát ezt megdumálom. Légy szíves, gyűlöld a tenyerem közepében, mint eltüntetnéd, jó? Úgy ügyesen, csak vigyázz, mert csiklandos vagyok. Jó csinálja. A csücske azért még látszol ki egy picit. Ott a csücske, ott maradjon ki egy picit. Jó, nem tudom, milyen varázspálcát kérnék, kisebbet, nagyobbat? Egy nagyobbat, akkor adok meg ilyen szép nő ügyeset, ez éppen jó vagy a ruhádban. Már csak egy dolog van hátra, tudod kellene varázsigét. Azt mondja, hogy csiribú csiribá. Csinálj egy varázskör, és jó hangosan, hogy csiribú csiribá. Csiribú csiribá. Figyelj, már nem látom a fehér kendőt. Most viszont azért szeretnék nagyon a figyelmet kérni, mert mint említettem, hoztam ilyen régi, öreg, fekete lemezeket. Hát mit mondjam, több száz darabot találtam, mindegyik fekete volt. Kipróbáltam, tudok-e belőle színes lemez varázsolni. Kerestem egy üres tokot, beleszűrtöttem a lemezt, és elsőre egy piros színű szarva akadt a kezembe. No, kisbarátaim, most kell nagyon figyelni. Aki jól megfigyeli, ide jöhet és kipróbálhatja. Na várjál, még nem, majd ha szólok. Most a lemez még mindig fekete, figyelj! Meg kell törzsön a toknak az elején. Rendben? Köszi. Aztán a hátulját, jó? Aztán a lukon át kell dugni a szalagot, rendben? És a legfontosabb, meg kell szólni egy kis varázsóval. És ha hiszitek, ha nem, a lemez már is piros lesz. Hihetetlen, ugye? Na, kis barátaim, most viszont jól figyeltél? Én. Akkor gyere légy. Én is. Egy pillanat.
meg egy fiú, gyere hova! Legalábbis remélem, hogy jó figyeltek, hölgyek a jobb oldalra, romogatik segédem, a bal oldalra, és már is kezdhetjük. A top üres, ugye? Oboli, üres? Igen. Hát hogy gondolja üres, mikor benne van a keze? Nagyon egy csak. Jó, na minden. Egy, leved. Bocsánat, ez egy kicsit pontos. Jó. És most bűbölök bennem a kíváncsiság. Emlékszel, hogy csináltam? Figyelj! Elképesztő. Tökéletes. Bocsánat, ezt a másik oldalát hagyjuk meg a kis barátomnak. Köszönöm, te törzsd meg a másik oldalát. Nagyon jó. És ha már nálad van a szalag, mint a villám, dugd át a szalagot. Hát ez a lassú villám. Köszönöm szépen. És a dolog rendben van, ugye? Nem hiszem, és a varázsolva mi lesz? Na ugye? Azért, mert ilyen ügyesek voltatok, kikaptok először. Ja, és majd elfelejtettem. Kell a lemezre is. Hát gyerekek, az eszem megáll. Ha nem látom, el nem viszem. Van egy jó hírem, meg egy rossz, melyikkel kezdjük? Az a jó hírem, hogy van még egy lemezem. Rossz meg az, hogy már csak egy van. Egy hölgy, gyere, légy szíves. Igen, 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 rád mutatok. Tökéletes. És egy ügyes kív, gyere hamar. Hölgyek a jó oldalra. Ura, hagyna. Bal oldalra. Tudod? Nagyon jó. No, egy majdnem üres top. Küldj fel a lemez. Hát picinyen. Már csak sárga szalagon van, jó lesz? Na, szerintetek meg tudják oldani? Na, bocsánat, a nevelvény mindig fekete, ne következel. Fölére portalanítása. Add tovább a szalagot, légy szíves, kisbarátom, te a másik oldalán. Zseniális, aztán zütját a szalagot, a pár picit segítek. Tökéletes, és a dolog rendben van? Nem is lehetek már. Úgy bizony. Ja, először a segédeimnek. És annyi van még benne, hogy itt a levezre is. Hát gyerekek, az agyam megáll. Ha nem látom el. De előtte szeretnék bemutatni egy olyan mutatványt, amit el is fogok magyarázni. Szeretnétek megtanulni? Igen! Hát kis barátaim, ez egy zsinór mutatvány lesz. Helyzet az, hogy régen egy ilyen újnyi vastag zsinórra csináltam, óvó néni, óvó bácsi, mindenki azt mondta, hogy ez a zsinór olyan szép vastag, meg olyan színes, hogy ebben valami csalás van. Így aztán bevettem a kaszta boltba, óvónén talán tetszett. Ismerni? Egyszerű vanca. Egy ügyes kislány volna, aki segít. Hát nagy csokot, gyere egy ilyen csillogó fősőbe. Igen, igen, jó helyen néztél. Ott csillogsz középen. Romog a kis segédem. És rövidesen meg is mutatkozik, hogy szoríthatnak. Alif, no, Alif, nagyon figyelj. Meg persze mindenki. Hát a kamera meg pláne, mert ki lehet kockázni. Rá kell telíteni a bal kézre, és Alif, megkérnélek, légy szíves, várj bele egy ollóval. Nem hoztál ollót? Most jár, nem beszéltél, mert csak vicceltem. Manikűr ollóval jó lesz? Tudod, milyen az? Manikűr olló. Hű, bocsánat, gyerekek, itt valami baj van, ugye valamit elrontottam. Hiszitek, ha nem, kettő darab teljesen egyforma olló van, mert az van, hogy csak felnőtteknek. Óvoni, tetszene segíteni? Nem, hogy középre? Igen, legyen. Egy bátorító tapsot az óvoninének, az amit elfelejtettek. Van egy Magdi, és egy Magdi, bocsánat, olyan feledékek, hogy Magdika, átadnám a manikűrollót, ja, bocs, neked pedig az igazgyanát átadni az egész barátpártat. Tehát, nagy tessék, figyelni, sinókusnál veszem, így, és
megkérdezni, legyen a kedves, középen el is szantani, figyelj, mert minden apró részlet fontos. A legbelső fele fog jobban, legbelőbb. Elég életlen. Nem hiszem. Őrülök. Na, mint elvágták volna. Igaz, hogy lassan. No, gyerekek, nagyon fontos. A kettőben a zsinórnak, hoppá, egyformának kellene, hogy legyen, de ez most nem sikerül, de se baj, mindjárt korrigáljuk. Egy csomó, még egy csomó. Húzzuk rá jól a csomót, rendben van? Jó, köszönöm szépen. Alíz, megkérdő, legyen a kedves egyformára nyisszantani a két zsinór. Ja, bocsánat, ön. Legbelső fele. Na végre, azért nagy nehezen sikeredett, most, hogy így egyforma lett a két zsinos. Bocsánat, hagyd én, ma volt leszett elvágni. Hát, de én így tartottak. Hát gyerekek, szóljatok már, nem jó helyen vágja. Na, most egy pillanat, semmi gond, de ne vessétek ki. Mazdikában benne van a jó szándékszak, éppen nem sikeredett. Legbelső talán. Egyébként egy pici segítszek, csak megmutatom. Csak egy pincuit vágok el belőle. Tessék? Jó. Na most másodszorra mindenféleképpen sikerülni fog. És a legbelső fele, mint mondtam korábban is. Hát hiába mutattam. Na, de, na azért másodszor azért csak sikerült. No, szerintem most már folytathatjuk? Hogy én mindig ilyen vicces, vagy csak velem szóltam. Na bocsánat, egy illetlen kérdés. Szemüveget nem szokott mostani? De. És akkor na, kisegítem, jó? Szerintem most már nem. Nem könnyű esem. Jó. Na azért kellett ez a szemüveg. Úgy gondolom. Ja, ennyi elég is volt? Többi menni fog. Jó. A mutatvány következő légy, ezt is visszakérdezik. Nagyon figyelj. Segédednek már van a varázspálcája. Milyen varázspálcát teszem egy kisebbet nagyobban? Elég egy kicsit. Jó, akkor adok egy ilyen kicsit. Jó. Köszönöm. Azért vannak irigyei, ugye? Most már csak egy dolog van hátra. Tudni kellene a varázsigét. Valami úgy, hogy közösen, jó? Egyezzetek meg, mi legyen a varázsigét? Azt mondták, hogy azok magam, hogy jól hallottam? Jó, kérnék ide egy varázsnő, és egyszer a varázsigét. Zseniális. Megkér a bal kis kezére, fogja meg a zsinór végét, és ha óvatosan leteszi hajtani, kicsi a hegye van. A hölgyek eltüntették a csomót. Egy nagy tapsot a hölgyeknek. Na hát kis barátaim, ígértem az előbb, hogy van a lemez mutatványnak egy másik variációja. Az első részt bemutatom, utána kijöttök. Nem kell jelentkezni, hanem már is mutatnám ezt a három fekete lemez. Vedd le a kezed, most ezt nem kell. Tehát van egy, kettő és három fekete. Na most figyelj, most jön a varázslat. Egy jó varázsiget. Csiribú, csiribát, aztán egy kis varázssor, és ha hiszitek, ha nem, az egyik már is arany lesz. Meglepődtél, látod? Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy egy egyszer sikerült, remélem, sikerült másodszor is. Nagyon figyelj, kell a varázs, igen. Csiribú, csiribát, aztán egy kis varázssor, aztán, ha jól csináltam, hát szerencsére jó, hát csak egy fekete van. Következett, ha megy ki? Jó, na. A varázsike ismer, csiribú, csiribá, aztán egy kis varázsó, és már is van egy, kettő, három. Kikövetkeztet, nem kell jelentkezni. Mondom, nem kell jelentkezni.
Viszont előtte megmutatom újra a három aranylemezt, és azt, hogy csiribú csiribú, ezt átmenetileg felejtsétek el. Csak a hófusz-fókusz a jó. Rendben? Oké. Ja. Ez viszont meg kell varázsolni, csak varázspászol. Háromra egy hófusz-fókusz. Egy, kettő, három. Hófusz-fókusz. Köszönöm. Aztán egy, két, három. Kopintás. És ha jól mondtátok a varázsigét, hát szerencsére jó, az egyik már is visszaváltozott. Másik kettőnél is segítenétek? Igen! Köszönöm, nagyon rendesek vagytok. Jó, pillanat, varázspálcával. Nagyon stíg elejére. Egy, kettő, három. Köszönöm, aztán egy, kettő, három. Koppintás, és ha jó volt a koppintás, meg a varázsigen, hát szerencsére jó, és már is két fekete van. Segítenétek ebbe is? Nem kell jelenteni, csak mondani a varázsigét. Na nézzük! Varázspálcát. Helyére. Egy, kettő, három. Köszönöm. Aztán egy, kettő, három. És ha minden igaz, és jó a varázsigét. Végéhez közeledve szeretnék ismét egy mutatást úgy bemutatni, hogy el is magyarázom. A kelléket ilyenkor általában az óvónénitől szoktam kérni. Óvónéni, egy papír sepi, tesz-e neked, hogy én nekem adni? Általában, én senkinek a cuccához nem szoktam nyúlni. Ja, viszont kéznél van. Nagyon szépen. Köszönöm. Jó. Esélyi meg vagyok, jó? Jó. Lényeg a követhet, elég sokat teszem, nem biztos, hogy mindenki kell küzdni fog, de azért a szeletét adták a kizőkkal. Jönnek is egy szeletkét, vagy kettőben van, ha tovább teszik, adja, akkor lehet, hogy tényleg ott jutni fog, akár mindenki. Köszönöm. Na azért jövök a másik oldalra is. Kamera vannak, parancsolj neked egy vékony kis szeletke, meg neked is egy kis, az Zobó bácsának is egy szeletke. Parancsolj, és ilyen szívesen. Én is úgy kaptam. Hát ezt majd eltetszenek osztani, jó? Valahogy, ahogy sikerül. Igazán testvériesen. Na kis barátom, remélhetően mindenkihez jutott. Homó néni, Homó bácsi, ezt a hosszúkás epit legyenek szívesek kettőbe hajtani. Nem egy nagy ügy. Ügyeskednek. És akkor még kettőbe tetszenek hajtani. Az aljára tekerni kell egy kis csüskön. Nem egy nagy ügy. Addig az ügyeskező óvónénik ezt megoldják, szeretné, hogyha megígérnétek, ezt a mutatát otthon nem fogjátok kipróbálni. Rendben? Nagyon szépen köszönöm. Ezt pedig azért értem, mert ehhez szükség van egy doboz gyufára is. Nyugi, ilyesége semmi jó, ha jó használjuk nem történhet, majd de nektek akkor sem. Óvónénik most nem kell gyufa után fotogászni, inkább sasolni. Dobozból ki kell venni egyetlen szál gyufát, főleg amivel használható. Mondom a sorrendet. Behúzom a kabátulját, sorrend fontos. Előbb a gyufát kell meggyújtani, aztán a zsebit. Sorrend fontos, mert fordítva úgysem sikerülne. De meg kell gyújtani a zsebit, és óvatosan a körmű közé kell fogni. Előbb-utóbb ráig a körmükre, és egy kicsit süti. Az még nem van. Ha már nagyon süti, és nem vigyem tovább, egyetlen megoldás van, esik a tenyerükbe, fújják ki ezt a szoros mellékterméket, és hajtsák ki azt a végterméket, amit megvan. Hát, és barátok, bízom rá, hogy otthon el tudjátok mondani, felnőtteknek pedig sikerülni fog. Egyetlen szerencsétlen helyzet van a dologban, egy csöki csendet megkérnek még, hogy elmondjam a lényeget. Ilyen koszos lesz a kezünk, de hát kutyát sem érdekli. Viszont volna egy ötletem jó tanácsom. Ha hozzátetszenek, látni, amikor már sokadika van, százalcsom a papírzsebb kerül, családi gyufa is mindenben. Tehát kis barátaim, rövidesen búcsúzom Homó nénitől, Homó bácsi és tőletek. Mindenkinek köszönöm a megtisztelő figyelmét, de búcsúzom, volna még egy ilyen nagy kérésem. Lehetne? Igen! Hát először is csücs! Köszönöm!
Nem kalkuláltam be a mai délelőtre, hogy itt olyan ügyes gyerekekkel is találkozhatok, akik galambot tudnak varázsolni. Na most erre nem készültem, és nem hoztam kalitkát. Segítenétek elküldetni ezt a két galambot? Nem közösen kellene egy varázsigét. Ne kell jelenkezni, csak mondani egy varázsigét, de termét, mondom le a kezeket, kocsikat. Viszont, tegyünk egy próbát. Háromra kellene egy csirigú csiribát, ez csak egy bemelegítős. Jó, de nem van, kezdhetjük? Egy, kettő, három. Csirigú csiribá! Hát elég vérszekény volt, de reméljük a következő. Jó lesz? Nem lesz szükség. De hát akkor próbáljuk meg, vegyünk ezt az érzékeny búcsút. Ezekkel a kis kubicákokkal sikerül a dolog. Na úgy van, mint az előbb, csak egy kicsit azért nagyobb szuszában. Egy, kettő, három. Csirigú csiribá! Sziasztok! A viszontlátásra! A jövőre veletek ugyanígy! Tisztát, kész sok, hol érdekel!